És hát Ádám, hihetetlen sebessége vissza is tért hozzánk. Sajnos a díszletek mögött rakott le a varázslat, hogy kénytelen voltam vissza besétálni. Gyorsabb volt a visszaút minden esetre, mint az odaút. Sziasztok! Már is műzikellel folytatjuk. Ugyanis a Madep Színház műzikel pályázatára született pár évvel ezelőtt az a darab, amely különleges lény a Macska Démon történetét meséli el. Köszönjük a stúdióban a zeneszerzőt, illetve az főszereplőt, a Macska Démont, Homonai Zsoltot. Jó reggelt! No, hát ki is az a Macska Démon? Milyen lény ő? Mit kell róla tudni? Hát most, hát ha én is megtudom, igen, figyelek. Azt kell tudni, hogy egy tibeti legenda szerint a Macska Démon beköltözik egy házba, és beleszeret a ház úrnőjébe, megkódítja a szívét, és hogyha ez megtörténik, utána rontást hoz mindenki másra, aki a házban él. És úgyhogy ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog, és hát most jelen esetben egy óvodai villában játszódik a cselekmény. Hiszen Tibetből azért, nem tudom, a óbudai villát, a Budagyöngye környék az első lehetséges helyszín, ahova meg kellett érkezni. Karafiától sorja a fejéből ez pattant ki. Még 2010-ben, amikor megkerestem, hogy a Madár Színház műzikel pályázatára készítsünk egy magyar műzikelt. Igen, azt mondom, akkor volt az olvasó, de volt egy felolvasó színházi bemutatója, ahol azért a dalok elhangzottak. Azóta változott egyébként a zenei szövet, vagy a szövegkörnyezet, vagy most egy az egyben az adaptálható, amit akkor készítettetek? Tulajdonképpen apró változások történtek dramaturgiai szempontból a szövegkönyvben is, és a dalok pedig meglettek hangszerelve, hiszen akkor szóló zongorával mentek egy felolvasó színház keretein belül, felolvasó est keretein belül, most pedig meglettek hangszerelve egy kisebb kamara együttesre, Csengeri Dániel hangszerelő és zeneszerző segítségével, úgyhogy most egy picit izgalmasabb zenei szövet jött így létre. Mit kell tudnunk a zenei világról? Ugye Karafiától se írta a szöveget, akiről egyébként tudni lehet, hogy ő macskamániás, de egyébként hogy milyen zenei világra számíthat az, aki mondjuk egy kortárs musical? Igen, én ugye abszolút a kortárs klasszikus zenéből jövök, úgyhogy nekem egy nagyon izgalmas feladat volt a musical millióébe beleilleszkednem zeneileg. És azt találtam ki, az volt az ötlet, hogy minden karakternek nagyon speciális zenei világa van, nagyon rá jellemző. Tehát nem tudom azt mondani a darabra, hogy zeneileg nagyon egyívású, hanem tényleg sok minden ihletett a Bernsteintől a West Side Story-n keresztül Kurt Weill zenei világáig, egészen a magyar operett és nóta világig, hiszen a szereplők karakteréhez gyakran ezek a zenei idiomák mentek, és ebből született meg valamilyen ilyen nagyon furcsa, groteszk zenei szövet. A mostani szuper bemutatók, musicalek általában valamilyen előző, akár külföldön nagy sikert aratott musicalből transponált előadások, de most ez egy teljesen magyar kortárs horror vig musical. Élősz át, most már nem, most már albérleti revű. Albérleti revű. Alcímen fut. Hát igen, élő szerzőkkel mindig nehezebb dolgozni, mert ugye ők oda tudnak jönni, és bele tudnak nézni, és bele tudnak szólni. Hát igen, és ez egy nagyon jó dolog, ez, mert igazából sokkal inkább megy vissza az Orfeumok világába, hiszen a Kálmán Imre Teátrumban mutatjuk be, és sokkal inkább hozza azokat a régi kabaré jeleneteket egy darabra fonalára felfűzve, mint ahogy a szongok is, a dalok is, ahogy ugye mondjuk egy Brecht darabnál, csak most egy kicsit erre a magyar kabaré világra hajaz az előadás stílusa. Ugyanakkor hát a próbák folyamán a zenei anyag is úgy egy kicsit melodrámák jöttek létre, adott melódiák bekerültek monológok alá, tehát hogy egy kicsit mégis egy a helyszelleme is alakítja. Persze, hát olyannyira, hogy a például a jelmezek olyanok, mint hogyha a Kálmán Imre Teátrum, ugye, ami régebben a Moulin Rouge volt, akkor a faláról léptek volna le a szereplők, tehát egy kicsit úgy beleilleszkedik az egészbe. Meg nagyon érdekes a karakterekben, hogy szépen, hogy albérleti revű, hogy tulajdonképpen azt hiszem, hogy mint ahogy mi is egyfolytában a homlokunkra csapkodtunk a próbát, hogy na hát ez pont olyan, mint aki a szomszédunk volt, a nem tudom. Jó, hát ez a szerelő, hát na erről tudnék mesélni, ez pont ilyen, aki jött hozzánk lakást felújítani. Tehát szerintem a nézők pont ugyanígy lesznek ezzel, hogy egyszerűen folyamatosan én aha élményük lesz, ne, hát ez olyan, mint a nagybátyám. Hát pont olyan, mint a nagybátyám, nem olyan. Mert hogy mindenféle ilyen igazi társadalomban megjelenő, nagyon jellemző karakterek
jönne, és hát nagyon vicces lesz. Na, hát 16-ától akkor mindenki a homlokára csaphat a Kálmán Imre teátrumba, aki nézi az előadást. Sok sikert és nagy utat kívánok neki. Köszönjük, köszönjük szépen. Jó munkát még a hátrálítőket. Akkor most eljátszol belőle egy pár részletet, nem? De csak veled. Igen, tessék. Néptánccal folytatjuk.